Szimpátia tüntetéssel kezdődött a PVSK férfi kosárlabda csapatának mérkőzése a Kecskemét ellen szombaton. A hazai B-közép Veled vagyunk Feri feliratú transzparenst feszített ki, és a menesztett edzőt értette. Közben elkezdődött a találkozó, a B-közép pedig elhagyta a csarnokat. Ez a félidei eredmény. Nem zavarta meg csak az első negyedben a hazaiakat a közjáték, aztán egyre jobban nyílt az olló. Végül 84-62-re győzött a Pécs a Kecskemét ellen. Fizikálisan az igazság, hogy fölörült a Pécs, teljesen elkészültünk ugye az erőkkel. Amúgy is szűk a rotációnk, és a héten nem nagyon tudtunk normálisan edzeni, hiszen betegségek, egyéb dolgok hátráltatták a munkát, és azért ez kijött a két csapat köz, de nem elegáns erre fogni a vereséget, hiszen ez senkit nem érdekel, a végeredmény a lényeg, amiben a mai napon egyértelműen jobb volt a Pécs, gratulálok. Jól sikerült tehát Dragan Aleksics bemutatkozása vezetőedzőként hazai közönség előtt. Az elején volt rajtunk némi nyomás, hiszen régen játszottunk hazai pályán. A második negyedtől magunkra találtunk és végig domináltuk a mérkőzést. Kemény játékot kértem védekezésben, főként Karahodzsics ellen. Ebben pedig benne volt a több személyi hiba, de megoldottuk. Köszönjük a szurkolóink támogatását, ez nagyon sokat jelentett nekem és a fiúknak. A Szeged elleni idegenbeli győzelem után most hazai pályán is nyerni tudott a Kecskeméttel szemben a Pécs, Dragan Aleksics vezényletével. Pénteken Fehérvárra utazik a csapat, majd a következő héten a Jászberény gárdáját fogadják budimirék.